Ezt nézzétek, itt vagyunk, Kerekdomb megállóhely mellett, és mindjárt, ja, nem megyek át most megnézni, mert forgalmas úton, azt nem is vissza tudok jönni egy hamar, de nézzétek, meg innen megmutatom. Ugye megnéztem a menetrendet, és láttam, hogy még vagy 2 órát kellett volna várni a vonatra, mert Lakitelekig el tudok menni. Aztán ránéztem a térképre, hogy hát csak 10 kilométer, de hogy várok én a vonatra 2 órát. 2 óra alatt lazán letekedek 10 kilométer, körülbelül negyed. Szerintem elég lesz egy fél is neki. Hát most is jöttem vagy 3 kilométert, és látjátok, itt közúttal párhuzamosan itt megy a bicikliút, úgyhogy simán laza tempóba, biztonságosan át lehet tekerni, itt megy a vasút mellettünk, és már egy megállónyit jöttem is. Úgyhogy szerintem egy olyan 3-4 kilométer és Lakitelken vagyok, vagy Lakitelken. Na, Lakitelken vagy Lakitelken, melyik a helyes? Majd írjátok meg kommentbe. Én sose voltam jó helyesíró, úgyhogy ezt nem fogom tudni. Úgyhogy majd ott ráérek a vonatra várni. Ott viszont van vívbakterselőző, ahol be lehet ülni. Esetleg megnézem a Tiszaú felé menő vonal, a régi nyomvonalát, hogyha lesz még rá idő. Úgyhogy addig gurulunk is szépen. Aha, és látjátok, ez már a M44 mérnökségi telephely lesz Lakiteleken, és igen, ez már az épülő autópálya. Lassan a Tiszaúgnál is elkészül a híd, sőt úgy tudom, hogy szerkezet kész már, csak még nem volt meg a próbaterhelés. Ez pedig egy még át nem adott kör. Hát illetve a körforgalom át van adva, csak csatolt részei nem. Itt meg most, hogyha akár fölmehették az autópályára, hogy mondjuk biciklivel szép lehet, de igen, ez már az. Minden igaz, szerintem ez már az M44. Na mindegy, a bicikliút az megy tovább. És gyakorlatilag szerintem mindjárt Lakiteleken vagyok. Haladunk, csak lassan. Igen, itt átmegy a közút meg a vasút felett, azért épült ide ez a felüljáró. Tétek ellenfényes, de muszáj megmutattam, azt tétek emeletes fénysorompó volt. Ilyet még nem láttam sehol. Nem semmelyiként, de ötletes, mert az egyik az erre fele mutat, a másik egyenesen az úton. Hát igen, és ez a 44-es út, tehát itt valahogy át kéne jussak a túloldalra. Ugye a röpke 2 perc után sikerült átjutni, és bizony ez a Szolnok-Kecskemét vasútvonal. És ott a másik a vonalat jelzi, ott már jelzi a vasúti átkelőt megint. Az pedig a Tiszaúg fele menő. Itt meg valami, itt van egy sír. Biztos balesetezett itt valaki. És hát nem sír, ez csak emlékhely. És elég jó körbe is ásták itt valami közművezetéket. Csinálnak. Hát, sőt légyen. Makói UFC-sportolók. Biztos itt szenvedtek balesetet valamikor. Aha, ez gázvezeték. És ott a hiányzó bicikliút, itt egy olyan 3 kilométeren a felüljáró után visszabontották a bicikliutat, úgyhogy kénytelen voltam a közúton menni. És itt viszont újra is építették. Ezt nézzétek, itt annyira újraépítették a bicikliutat, hogy még saját fénysorompót is kapott, és sorompót. Ez a nem mindegy. Mert itt régebben csak egy sima, hát ilyen járdabicikli út akármi volt, és nem volt külön fénysorompója. Sőt, mint hogyha ugye, sőt, lehet, hogy rosszul emlékszem, de mintha itt ráadásul tekerős sorompó lett volna. Na hát ennek majd utána kell nézzek. Sőt, ott volt egy bakterház is. Tekerős sorompó bakterházzal. Nem téves. A tekerős sorompó itt van és még megvan. Itt is. Hú, eltűnt az aszfalt innen is. Hát lehet, hogy ennek is akkor meg vannak számlálva a napjai.